Móra-Halom a homokhátság egyik meghatározó városa. Egy sűrűn lakott tanyaközpontból több mint 100 év alatt a kistérség gazdasági, turisztikai központja lett. Éves rendezvényeinek egyik utolsója november végén a Pálinka verseny és tepertő fesztivál. Kezdjük először azoknál az üstöknél, ahol a tepertő vagy töpörtyű sül. Ez szinte minden állatból készíthető, de ilyenkor télvíz, és a disznótorok idején az alapanyaga a sertésszalonna. Miért jó étel a tepertő? Mert magában foglal mindent, a zsírt, a kenyeret, a hagymát, a paprikát, meg az összes melegséget, amit egy téli hideg estén egy disznótornak a feelingje az így tud nyújtani. Miért jó? Mert közösségi, mert együttes, mert nem egyéni, de egyéni, mert mindenkinek más, és mindenki szereti. Ebben nincs is vita. Azt azonban, hogy hogyan, meddig, milyen eszközön kell sütni, és mikor van kész, hogyan kell tálalni, már mindenki kicsit másként gondolja. Nagyon lassan, megfelelő intenzitással kell készíteni a töpörtőt. A zsírjától fosztjuk meg tulajdonképpen, kisütjük a zsírját. Ez mehet gyorsan is, akkor általában megég a külseje, vagy mehet nagyon lassan, akkor viszont a belseje szétfő. Annak idején úgy tanultam, hogy érdemes alárakni egy kis vizet, ami aztán túlértékelődött, hogy fölösleges, hogyha figyelsz rá, akkor viszont ott kell lenni. A végén, ezt én egy nagyanyámtól tanultam egyébként, ő mondta azt, hogy kisfiam, frissen fejt tehéntejjel, vagy kecsketejjel locsold meg a tetejét. Miért nem vízzel? Mert a tej az több. A jó tepertőhöz tehát idő kell. Hagyjuk is a mestereket, szeleteljenek, kevergessenek. Nézzünk át egy másik asztalhoz. Ha ugyanis azt hittük, nem érhet bennünket meglepetés ezen a fesztiválon, akkor tévedtünk. A Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola kihelyezett sütődéjénél igazi különlegesség készült. Még egy picit erre nyújtsd meg, és akkor már jó is lesz. Azaz. A sarkát nagyon jó. Lekenjük olvaszott vajjal. Kalácssülit. Ez nem meglepő, viszont a töltelék igen. Cukorral kikevert, őrölt fűszerpaprika. A fűszerpaprika alapvetően is édeskés növény, tehát igazából nem idegen tőle a cukros édeskés íz, ezért kalácsban töltve is kiváló íz fog adni. Sokan félnek, óckodnak a kalácstészta készítésétől otthon. Ön hogyan tudná bátorítani őket? A piskótán kívül igazából egyik legegyszerűbb tésztánk tulajdonképpen. Rendkívül egyszerű arányokkal, rendkívül egyszerű összetevőkkel. Egyedül az élesztőre kell odafigyelnünk, hogy kellőképpen ne főzzük túlságosan meg. Melegbe fejbe szoktuk áztatni, vagy abba szoktuk felfuttatni. Ha túlságosan túlmelegszik a tej, akkor pedig az élesztők elpusztulnak. Egyébként nehézségi fokozata nincsen. Majdnem, mint egy bögrés tészta, összekeverünk mindent, és kidagasztjuk, kigyúrjuk egy kicsikét. Desszertként nem lesz mindenkinek kedvence, ebben biztos vagyok benne, de érdekességként meg lehet kóstolni. Hát nem igazán az én műfajom, a beiglit, a dióst és a mákost azért továbbra is azt preferálom. De azért különlegességnek azt gondoljuk, hogy ez is nagyon finom, és érdekes megkóstolni. Nagyon finom. Igen, finom. És tepertőt kóstoltak egyáltalán? És melyik tepertőt szeretik? Milyen? Hát én nem vagyok egy kifejezetten tepertő párti, de én onnan kóstoltam egy tepertőt, és nagyon jól kisütött volt, nagyon ízletes volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljöttünk. Térjük mi is vissza a tepertő készítőkhöz, hiszen lassan mindenhol elkészülnek a szépséges aranysárgára sült töpörtyűk, és már falatozni is lehet belőlük. A legfinomabb akkor, ha kis sóval, esetleg paprikával meghintjük, puha kenyérre tesszük, és lilahagymakarikákat eszegetünk mellé. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon egészséges étel, de hogyha magában nem tudja lenyelni az ember, akkor én fokhagymakrémet ajánlok hozzá.
Nekem nagyon tetszik a fokhagymakrém és a tepertő íze együtt. A sok zsíros étek közben, után a gyomrunknak jót tesz az a nedű, amit hungarikumnak tartunk, a pálinka. Ha a tepertőnél azt mondták, hogy készülhet sertésből, libából, kacsából, de még halból is, akkor ugyanez a széles spektrum igaz erre az italra is, hiszen nincs olyan gyümölcs, melyből erjesztés után ne lehetne pálinkát főzni. A pálinka a jó gyümölcsnél kezdődik. A jó gyümölcsből jó cefre lesz, a jó cefréből pedig a pálinka főzőmester könnyedén tud jó pálinkát készíteni. A pálinka az rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy egy nemzeti imidzset hordozzon. Tehát, hogyha tekilára gondolunk, akkor az teljesen egyértelműen Mexikót azonosítjuk róla, és pozitívan. Ha skót viszkire gondolunk, Skóciát azonosítjuk róla, pozitívan. Na most a mi feladatunk is az, hogy a pálinkáról egy pozitív Magyarország kép, vagy a pálinka által egy pozitív Magyarország kép rajzolódjon, és általában a rövid italok rendelkeznek azzal a képességgel, hogy ezt a nemzeti imás hordozást, ezt a pozitív képet az országról hordozzák. Egy pálinka versenyen a bírálók szigorúan tulipán alakú pohárba töltik ezt az italt. Először a színét, majd a gyümölcsre jellemző illatát vizsgálják meg. Majd jön a kóstolás, és végül az összhatás értékelése. A jó pálinka fogyasztásnak Magyarországon kultúrája van. Kismértékben orvosság, és ehhez tartsuk is magunkat. Mindenféleképpen meg kell illatolni a pálinkát, és utána az illatolás után meg kell kóstolni, és az együtt érzett illat és ízből adja a pálinka azt a gyönyörű, finom illatot, amit egy jó pálinka tud adni. A Murhalmi Pálinka versenyen és Tepertő Fesztiválon garantált volt a jó étel, a finom ital és a remek hangulat. Egy év múlva, november végén pedig ismét mindenkit várnak majd, hogy az őszi borongós hangulatot előzhessük egy jó kis evéssel, ivással.